A János írása szerint való Szent Evangélium Első rész Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott mondván. Ez vala, akiről mondám. Aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál, és az ő teljességéből vettünk minnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. És ez a János bizonyság tétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, kicsoda vagy te. És megvallá, és nem tagadá, és megvallá, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezék őt, kicsoda tehát, illés vagy éte? És monda, nem vagyok. A próféta vagy éte? És ő felele, nem. Mondának azért néki, kicsoda vagy, hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magad felől? Monda. Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az úrnak útját, amint megmondotta Ézsajás próféta. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak. És megkérdék őt, és mondának néki. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? nékik János mondván, Én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarúja szíját megoldjam. Ezek béthabarában lettek a Jordánon túl, ahol János keresztelt vala. Másnap látá János Jézust őhozzá menni, és mondta: Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az, akiről én ezt mondám. Én utánam jöjj egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot tőn János mondván. Láttam a szellemet leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta és én nem ismertem őt. De aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem, akire látod a szellemet leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel szent szellemmel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, mondta. Íme az Isten báránya. És hallá őt a két tanítvány, amint szól vala, és követik Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, mondanékik. Mit kerestek? Azok pedig mondának néki, Rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, Mester, hol lakol? Mondanékik. Jöjjetek és lássátok meg. Elmentek és meglátták, hol lakik és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül tíz óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozik ez először a maga testvérével Simonnal és mondanéki. Megtaláltuk a mesiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus, és vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reáltekintvén mondta, Te Simon vagy, a Jóna fia, te kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozik Fileppel, és mondanéki. Köves engem! Filepp pedig Becsajdából az András és Péter városából való volt. Találkozik Filepp Nátánállel, és mondanéki aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondani ki Nátánál, Názáretből támadhat -e valami jó? Mondani ki Filep, és lásd meg! Látá Jézus Nátánáelt ő hozzá menni, és mondta ő felőle. Íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondanéki el, honnan ismersz engem? Ferelt Jézus, és mondanék ki, Mielőtt hívott téged, Filep, Láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Ferelt Nátán el, és mondanék ki, Rabbi, te vagy az Isten fia, Te vagy az Izrael királya. felelt Jézus, és mondanék ki, Hogy azt mondám néked, Láttalak a fügefa alatt, hiszel, Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondanék ki, Bizony-bizony mondom néktek, Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Második rész És harmad napon menyegző a galileai kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondané ki, nincs boruk, mondanék Jézus, Miközöm nékem te hozzád, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mond az ő anyja a szolgáknak. Valamit mondnéktek, megtegyétek. Volt pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métrét a férvala. Mondanékik Jézus. Töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színig. És mondanékik. Most merítsetek, és vigyetek a nász nagynak. És vittek. Amint pedig megízleli a nász nagy a borrá lett vizet, és nem tudja valahonnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala, szólítá a nász nagy a vőlegényt, és mondanék ki. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor az alább valót. Te a jó bort ekkora tartottad. Ezt az első jelt a galileai kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét, és hívének benne az ő tanítványai. Azután lement Kafernaumba, ő és az ő anyja, és a testvérei és tanítványai, és ott maradtak néhány napig. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ülnek vala. És kötélből ostor csinálván kiűzi minnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté. És a galambárusoknak mondta: Hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te való féltő szeretet emészt engem. Felelének azért a zsidók és mondának néki. Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed? Felelt Jézus és mondanékik. Roncsátok le e templomot, és három nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szól vala. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hívének az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott vala. Amint pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hívének az ő nevében, látván az ő jeleit, amelyeket cselekszik vala. Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájuk, amiatt, hogy ő ismeri minnyájukat, és mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Harmadik rész Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel és mondani ki. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felelt Jézus és mondané ki. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondané ki Nikodémus. Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születheti ki? Felelt Jézus, Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami szellemtől született, szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jöv és hová megy. Így van mindenki, aki szellemtől született. Ferelt Nikodémus, és mondanéki. mi módon lehetnek ezek? Ferelt Jézus, és mondanéki. te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. A földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elnevessen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival a Júdea földére, és ott időzik velük, és keresztelt. János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz, és oda járulának, és megkeresztelkedének. Mert János még nem vetteték a tömlőcbe. Vetekedés támad azért a János tanítványai és a júdeaiak között a mosakodás felől, és menének Jánoshoz és mondának. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és hozzám egy mindenki. Ferelt János, és mondta: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot néki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm, immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alábszállanom. Aki felülről jött, fejebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földieket szól. Aki a mennyből jött, fejebb való mindenkinél. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be. Aki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz, mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja. Mivel, hogy az Isten nem mérték szerint adja a szellemet. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Negyedik rész. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jó lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyja Júdeát és elméne ismét Galileába. Szamárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Szamáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott vala az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azon mód leült a forráshoz, mint egy hat óra volt. Jöve egy szamária beli asszony vizet meríteni. Mondanéki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Monda azért néki a szamáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki szamáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a szamáriaiakkal. Ferelt Jézus és mondanéki: ki. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondané ki az asszony. Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, Honnan vennéd tehát az élő vizet? vagy nagyobb vagy éte, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fia is, és jószága is? Felelt Jézus, és mondanéki. ki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondané ki az asszony, Uram, adjad nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjú hozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondané ki Jézus. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Ferelt az asszony, és mondta. Nincs férjem. mondanék Jézus. Jól mondd át, hogy nincs férjem, mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondanéki az asszony. Uram, látom, hogy te próféta vagy. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondané ki Jézus. Asszony, hidd el nekem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljö az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják mondané ki az asszony. Tudom, hogy mesiás jő, aki Krisztusnak mondatik. Mikor az eljő, megjelent mindent. Mondané ki Jézus. Én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjövének az ő tanítványai, és csodálkozának, hogy asszonynal beszél, mindazáltal egyik sem mondá, mit keresel, vagy mit beszélsz vele, ott hagyá azért az asszony a vedrét, és elment a városba, és mondta az embereknek. Gyertek, lássatok egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus? Kimentek azért a városból, és hozzámentek. Aközben pedig kérik őt a tanítványok mondván, Mester, egyél! Ő pedig mondanékik. Van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondának azért a tanítványok egymásnak, hozott téneki neki valaki enni? Mondanéki Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem? Ti nem azt mondjátok én, hogy még négy hónap és eljön az aratás? Íme, mondom néktek, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra és aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok. Mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. Abból a városból pedig sokan hívének benne a szamaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett valahogy, mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a szamaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk, és ott marad két napig. És sokkal többen hívének a maga beszédéért, és azt mondják vala az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Két nap múlva pedig kiment onnét, és elméne Galileába. Mert Jézus maga tett bizonyságot arról, hogy a profétának nincs tisztessége a Maga hazájában. Mikor azért beméne Galileába, befogadták őt a Galileabeliek, mivel hogy látták vala mindazt, amit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen, mert ők is elmentek vala az ünnepre. Ismét a galileai kánába méne azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kafernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzáment és kéri őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán volt. Mond azért néki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek mondané ki a királyi ember. Uram, jöjj mielőtt a gyermekem meghal. mondanéki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amint pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozának néki mondván, hogy a te fiad él. Megtudakozá azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondának néki, tegnap hét órakor hagyta el őt a láz. Megérti azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy a te fiad él, és hit ő és az ő egész házanépe. Ezt ismét második jelgyanán tevé Jézus, mikor Júdeából Galileába ment. Ötödik rész ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Volt pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, amelyet Héberül Betesdának neveznek, öt tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkorosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felszavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után meggyógyult akárminémű betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondané ki. Akarsz én -e meggyógyulni? Feleltné ki a beteg. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondani ki Jézus, kelj fel, vedd fel a te és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvevé nyoszójáját, és jár vala. Aznap pedig szombat volt. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak. Szombat van, nem szabad néked a nyoszójádat hordanod. Felelt nékik, aki meggyógyított engem, az mondá nékem, vedd fel a nyoszójádat és járj. Megkérdék az értőt, ki az az ember, aki mondá néked, vedd fel a nyoszójádat és járj. A meggyógyult pedig nem tudja valahogy ki az, mert Jézus férre vonult sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondanék ki íme meggyógyultál, többé nevét kezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elméne az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vették a zsidóki Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Jézus pedig felelt nékik. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel. Felelt azért Jézus, és mondanékik. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát. Mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszik mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik. És ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, Miként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. Bizony bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Bizony bizony mondom néktek, hogy eljö az idő, és az most vagyon, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiként az atyának élete van önmagában, aképpen adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat ad a néki az ítélet is, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyáit. Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem tételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyság tétel, amelyel bizonyságot tesz rólam. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. De én nem embertől nyerem a bizonyság hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. Ő az égő és fénylő szövétnek volt, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. De nékem nagyobb bizonyságon van a Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az atya küldött engem. Aki elküldött engem, maga az atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje nincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek. De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál. Van, aki vádolt titeket, Mózes, aki benti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én veszédeimnek? Hatodik rész ezek után elment Jézus a galileai tengeren, a Tibériáson túl, és nagy sokaság követé őt, mivel hogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét a zsidóknak ünnepe. Mikor azért felemelte Jézus a szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jő hozzá, mondta a Filipnek, Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ezt pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni. Fereltné ki Filep. 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikük kapjon valami keveset. Mondané ki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig mondta, Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen, leültek azért a férfiak szám szerint, mint egy ötezren. Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek. Hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, mond az ő tanítványainak. Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedték azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után. Az emberek azért látva jelt, amelyet Jézus tőn mondának, bizonyal ez a ma proféta, aki eljövendő vala a világra. Jézus azért, amint észrevevé, hogy jőni akarnak és őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Mikor pedig estveledék, lementek az ő tanítványai a tengerhez, és beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kafernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus. És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborok vala. Mikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beeveztek, meglátták Jézust, amint jár vala a tengeren, és a hajóhoz közeledik vala, és megrémültek. Ő pedig mondanékik, Én vagyok, ne féljetek! Be akarák azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél volt, amelyre mentek. Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala, Látva, hogy nem volt ott más hajó, csak az az egy, amelyben a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el, de jöttek más hajók tibériásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr, mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak ők is a hajókba, és elmentek kafernumba, keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl mondának néki, Mester, mikor jöttél ide? Felelennék nékik Jézus és mondta, Bizony-bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia áld majd néktek, mert őt az atya pecsételte el az Isten. Mondának azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felelt Jézus és mondanékik. Az Isten dolga az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondának azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk neked. Mit művelsz? Ami atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott vala enniük. mondta azért nékik Jézus. Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret, mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet áld a világnak. Mondának azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanékik, Én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Mindent, amit nékem áld az atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit elneveszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasszam azt az utolsó napon. Zúgolódtak azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondá, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. És mondának, nem ezé a Jézus, a József fia, akinek mi ismerjük atyát és anyját. Mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Felelt azért Jézus, és mondanékik, ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a profétáknál, és minnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az atyától hallott és tanult, én hozzám jő. Nem, hogy az atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki-ki egyék belőle, és meg ne Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tusakodtak azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk? Mondta azért nékik Jézus. Bizony, bizony mondom néktek ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem am az élő atya, és én az atya által élek, akint az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondá a zsinagógában, amikor tanít vala Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának, kemény beszédez, kihallgathatja őt. Tudván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zúgulódnak az ő tanítványai, mondanékik. Titeket ez megbotránkoztat? Hát, ha meglátjátok az embernek fiát felszállani oda, ahol elébb vala, a szellem az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondta. Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atyától van megadva néki. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többi ő vele. Mond azért Jézus a tizenkettőnek, Vajon ti is el akartok én menni? Felelt ki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelt ki Jézus, nem én választottal a két titeket, a tizenkettőt, és egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskárió test Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a tizenkettő közül. Hetedik rész És ezek után Galileában jár vala Jézus, mert nem akart vala Júdeában járni, mivel hogy azon igyekeztek a Júdea beliek, hogy őt megöljék. Közel volt pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Mondának azért néki az ő atya fiai. Menj el innen és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel, mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismertessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. Mert az ő atya fiai sem hívének ő benne. Mondd azért nékik Jézus, az én időm még nincs itt, a ti időtök pedig mindig készen van. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel erre az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Ezeket mondván pedig nékik marad Galileában. Amint pedig felmentek az ő atja fiai, akkor ő is felment az ünnepre nem nyilvánosan, hanem mint egy titkon. A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen és mondának, hol van ő. És a sokaságban nagy zúgás volt ő miatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember, mások pedig azt mondják vala, nem, hanem a népnek hitetője. Mind a mellett senki sem beszélt vala nyíltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt. Már-már az ünnep közepén azonban felment Jézus a templomba és tanított. És csodálkozának a zsidók mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Ferelt nékik Jézus és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, Megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok? Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. Nem Mózes adta én a törvényt, és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni? Felelt a sokasság, és mondta... Ördög van benned, ki akar téged megölni? Felelt Jézus, és mondanékik. Egy dolgot cselekvém, és minnyáján csodáljátok. Azért Mózes adta néktek a körülmetélkedést, nem mintha Mózes-től volna, hanem az atyáktól, és szombaton körülmetélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragusztoké, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül. Nem ezé az, akit meg akarnak ölni, és íme nyíltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a fő emberek, hogy bizony ez a Krisztus, de jól tudjuk honnan való ez, mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja honnan való. Kiállt azért Jézus a templomban tanítván és mondván. Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok. És én magamtól nem jöttem, de igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. Én azonban ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem. Akarják vala azért őt megfogni, de senki sem veti re a kezét, mert nem jött még el az ő órája a sokaság közül pedig sokan hívének ő benne, és azt mondják valahogy, a Krisztus mikor eljő, teheté majd több csodát azoknál, amelyeket ezt tett. Meghallák a farizeusok, amint a sokaság ezeket csuttogja vala felőle, és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt. Mond azért nékik Jézus. Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Mondának azért a zsidók maguk között, hova akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt, vajon a görögök közé szóródottakhoz akaré menni, és a görögöket tanítani? Micsoda beszéd ez, amelyet monda, kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és kiállta mondván. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a szellemről, amelyet vendők valának az ő benne hívők, mert még nem volt szent szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg. Sokan azért a sokaság közül, amint hallák-e beszédet, ezt mondják vala, bizonyal ez a ma proféta. Némelyek mondának, ez a Krisztus, mások pedig mondának, csak nem Galileából jön el a Krisztus, nem az írás mondta é, hogy a Dávid magvából és Betlehemből, a városból jön el a Krisztus, ahol Dávid volt. Hasonlás lőn azért ő miatt a sokaságban. Némelyek pedig közülük akarják vala őt megfogni, de senki sem veti reá -e a kezét. Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és mondának azok őnékik, miért nem hoztátok el őt? Feleltek a szolgák, soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Ferelének azért nékik a farizeusok. Vajon ti is elvagytok éhitetve? hitetve? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitté ő benne valaki? De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Mondanékik Nikodémus, aki éjjel ment vala ő hozzá, aki egy volt azok közül. Vajon a mi törvényünk kárhoztatja -e az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik? Fereltek és mondának néki, vajon te is Galileus vagy -e? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támad próféta, és minnyájan hazamentek. 8. rész Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasság házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondának néki. Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írva a földre de mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyen esedve mondanékik. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ, és újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt halván és a lelki ismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsókig, és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyen esedék, és senkit sem lát az asszonyon kívül, mondanéki. ki. Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatotté téged? Az pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondané ki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé nevét kezzél. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Mondának azért néki a farizeusok. Te magadról teszel bizonyságot, a te bizonyság tételed nem igaz. Felelt Jézus és mondanékik. Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyság tételem igaz, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek ti pedig nem tudjátok, honnan jövök és hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit. De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az atya, aki küldött engem. A ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember bizonyság tétele igaz. Én vagyok, aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az atya, aki küldött engem. Mondának azért néki, hol van a te atyád? Felelt Jézus, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincstartó helyen, amikor tanít vala a templomban, és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő órája. Ismét mondta azért néki ki Jézus. Én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni. Ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Mondának azért a zsidók, ahogy megöljé magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. És mondanékik, ti innét alulvalók vagytok, én onnét való vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem vagyok-e világból való. Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Mondának azért néki, ki vagy te? És mondanéki ki Jézus, amit elejétől fogva mondok is nektek. Sok beszélni és ítélni valón van felületek, de igaz az, aki küldött engem, és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam. Nem vevék észre, hogy az atyáról szól vala nékik. Mond azért nékik Jézus, mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok, és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az atya tanított engem, úgy szólok. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Amikor ezeket mondá, sokan hívének ő benne. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonyal az én tanítványaim vagytok és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Fereltek néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott -e, hogy szabadokká lesztek? Felelt nékik Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Fereltek és mondának néki, ami atyánk Ábrahám, mondanékik ki Jézus. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ám de meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek, mondának azért néki. Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van az Isten, mond azért néki Jézus. Ha az Isten volna ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem, mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberülő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság adja. Mivel, hogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nekem. Kivádol engem közületek bűnnel. Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek ti nékem? Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit. Azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók. Fereltek azért a zsidók és mondának néki. Nem jól mondjuk én -e mi, hogy te szamaritánus vagy, és démon van benned. Ferelt Jézus. Nincs én bennem démon, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet, van aki keresi és megítéli. Bizony bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mondanak azért néki a zsidók. Most értettük meg, hogy démon van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is. És te azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké. A vagy nagyobb vagy éte, ami atyánknál Ábrahámnál, aki meghalt, a próféták is meghaltak. Kinek állította -e magadat? Felelt Jézus. Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek. És nem ismeritek őt, de én ismerem őt, és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazugál leszek. De ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábrahám ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült. Mondának azért néki a zsidók, még ötven esztendő sem vagy, és Ábrahámot láttad. Mondanék ki, ki Jézus, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadtak azért, hogy rehaigálják, Jézus pedig elrejtőzködék, és kiment a templomból átmenvén közöttük, és így módon eltávozik. 9. rész És amint eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt, és kérdezék őt a tanítványai mondván. Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem védkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalók kell legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sár csinált, és rákente a sarat a vak szemeire és mondané ki. Menj el, mosakodjál meg a siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elment azért, és megmosakodék, és megjöve látva. A szomszédok azért, akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondának. Nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy én vagyok az. Mondának azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt az és mondta. Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, és mondanékem, menj el a siluám tavára és mosódjál meg. Miután pedig elmentem és megmosakodtam, megjöve látásom. Mondának azért néki, hol van az? Monda, nem tudom. Vivék őt, aki előbb még vak volt a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitá ennek szemeit, szombat volt. Szintén a farizeusok is megkérdezék azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondanékik, sarat tőn szemeimre, és megmosakodám, és látok. Mondának azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lőn közöttük. Újra mondának a vaknak, te mit szólsz ő róla, hogy megnyitál a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy próféta. Nem hívék azért a zsidók róla, hogy vak volt és megjött a látása, míg nem előhívák annak szüleit, akinek megjöve a látása, és megkérdezik azokat mondván. Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon lát hát most? Feleltek néki annak szülei és mondának. Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk, vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondák annak szülei, mivel hogy félnek vala a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vak volt és mondának néki. Adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felelt azért az és mondta, ha bűnös é, nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondák pedig néki, mi csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet? Ferelt nékik, már mondám nektek, és nem hallátok? Miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazák azért őt és mondának, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk honnan való. Ferelt az ember és mondanékik, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Isten félő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Fereltek és mondának néki, Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt. Meghallá Jézus, hogy kiveték azt, és találkozván vele mondanék ki, az Isten fiában? felelt az és monda, Ki az Uram, hogy higgyek benne? Monda pedig néki Jézus. Láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Az pedig monda, Hiszek, Uram, és imádá őt. És mondta Jézus, Ítélet végre jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondának néki, avagy mi is vakok vagyunk é, mondanék így Jézus. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Tizedik rész Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kierezti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nékik. Újra mond azért nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kiár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, Látja a farkast jönni és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt, és sokan mondják vala közülük, ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá? Mások mondának, ezek nem ördöngősnek beszédei, vajon az ördög megnyithatja a vakok szemeit? Lőn pedig Jeruzsálemben a templom ünnepe és tél volt és Jézus a templomban a Salamon tornácában járvala. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván! Ferelt nékik Jézus. Megmondtam nektek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindenkinél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felelt néki Jézus. Sok jó dolgot mutattam néktek az én atyámtól. Azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelének néki a zsidók mondván. Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudni hogy te ember létedre istenné teszed magadat. Ferelt nékik Jézus. nincs én -e megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok éti, -e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, Káromlás szólsz, mivel hogy azt mondám, az Isten fia vagyok. Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Ismét meg akarták azért őt fogni, de kiment az ő kezükből. És újra elment túl a Jordánon, arra a helyre, ahol János először keresztelt vala, és ott maradt. És sokan mentek ő hozzá, és mondják valahogy, János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János efelől mondott, igaz volt, és sokan hittek ott ő benne. 11. rész volt pedig egy beteg Lázár Betániából. Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente vala az urat kenettel és a hajával törölte meg annak lábait. Küldének azért a testvérek őhoz mondván, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, Ez a betegség nem halálos hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szereti vala pedig Jézus Mártát és annak nő testvérét és Lázárt. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt. Ezután aztán mond a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondának néki a tanítványok. Mester, most akarnak vala téged megkövezni a júdeabeliek, beliek, és újra oda mégy felelt Jézus, avagy nem tizenkét órája van éj -e a napnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondá és ezután mondanékik. Lázár, ami barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, uram, ha elaludt, meggyógyul pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondanékik Jézus, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Monda azért Tamás, aki kettősnek mondatik az ő tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Elmenvén azért Jézus úgy találá, hogy az már négy napja volt sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek vala Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallja vala, hogy Jézus jő, előbe ment, Mária pedig otthon ült. Mond azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Mondani ki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondani ki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mondani ki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszedé -e ezt? Mondané ki. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki e világra jövendő vala. És amint ezeket mondotta vala, elment, és titkon szólítá az ő testvérét, Máriát, mondván, a Mester itt van, és hív téged. Mihelyt ez hallá, felkelt hamar, és hozzáment. Jézus pedig nem ment valamék be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta elébe ment. A zsidók azért, akik ővele otthon voltak és vigasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkél és kimegy vala, utána mentek ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt, az ő lábaihoz esék, mondván ki. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látja valahogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult lelkében, és igen megrendült. És mondta, hová helyeztétek őt? Mondának néki, uram, jel és lásd meg, könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók, íme mennyire szerette őt, némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna -e ez, aki a vaknak szemeit felnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig újra felindulva magában, oda ment a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és kő rajta. Monda Jézus, vegyétek el a követ! Mondanék ki a megholtnak nőtestvére Márta, Uram, imár szaga van, hiszen negyednapos. Mondanik ki Jézus, nem mondtam én néked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala, Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, felszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Mondanék ki Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hívének azért ő benne ama zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett vala de némelyek azok közül elmentek a farizeusokhoz, és elbeszélék nékik, amiket Jézus cselekedett. Egybegyűjték azért a papi fejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondának, mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Ha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden népet. Egy pedig ő közülük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondanékik. Ti semmit sem tudtok. Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép elnevesszen, ezt pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondta, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszélet gyermekeit egybegyűjtse. Amanaptól azért azon tanakodtak, hogy őt megöljék. Jézus azért nem jár vala többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a vidékre, a pusztához közel, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodik az ő tanítványaival. Közel volt pedig a zsidók húsvétja és sokan mentek fel Jeruzsálembe a vidékről húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresék azért Jézust, és szólának vala egymással a templomban állva, mit gondoltok, hogy nem jönné fel az ünnepre. A papi fejedelmek pedig, és a farizeusok is parancsolatot adtak, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják. 12. rész. Jézus azért hat nappal a húsvét előtt ment Betániába, ahol a megholt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgál vala fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ővele. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörli annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Mond azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondta, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek vala elcsené mondta azért Jézus. Hagy békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. A zsidók közül azért nagy sokaság értesült vala arról, hogy ő ott van, és oda mentek nem csak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, aki feltámasztotta őt a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta mentek oda, és hívének a Jézusban. Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött vala halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, pálma ágakat vőn, és kiment elébe, és kiáltott vala, Hozsánna áldotta ki jő az úrnak nevében, az Izraelnek ama királya. Találván pedig Jézus egy szamarat felült arra, amint megvan írva. Ne félj Sionnak leánya, íme a te királyod jő szamárnak vemhén ülve. Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem amikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékeztek vissza, hogy ezek ő felüle vannak megírva, és hogy ezeket mívelték ő vele. A sokaság azért, amely ő vele volt, amikor kihívta Lázárt a koporsóból és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tőn. Azért is ment ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát művelte. Mondának azért a farizeusok egymás között, látjátok -é, hogy semmit sem értek, íme minden világ ő utána megy. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai becsajdából való Filephez mentek, és kérék őt mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Megy vala Filep és szólt Andrásnak, és viszont András és Filep szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nékik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett mag, el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött. Mások mondának, angyal szólt néki. Felelt Jézus és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Most van-e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme, és én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért monddá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Feleltné ki a sokaság. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad. Hogyan mondod hát te, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az ember fia? Mond azért nékik Jézus. Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket, és aki a sötétségben jár, nem tudja hová megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén elrejtőzik előlük. És noha ő ennyi tett vala előttük, mégsem hittek ő benne. Hogy beteljesedjék az Ézsajás próféta beszéde, amelyet mondta, Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hittek vala, mert ismét mondta Ézsajás, megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek és meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondá Ézsajás, amikor látta az ő dicsőségét és beszélt ő felőle. Mindazáltal a főemberek emberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. Jézus pedig kiállta és mondta: Aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem-e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem. Ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nékem. 13. rész A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjene világból az Atyához, mivel hogy szerette az övéite világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül van kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondané ki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondané ki, Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondané ki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha, ki Jézus. Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is, mondanék Jézus. Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem minnyájan tudta ugyanis, hogy kiárulja el őt, azért mondá, nem vagytok minnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik. értitek é, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Nem minnyájatokról szólok, hanem tudom én, kiket választottam el, hanem hogy beteljesedjék az írás, aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy mikor meg lesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, és bizonyságot tőn és monda. Bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelé nyugszik vala, akit szeret vala Jézus, int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Az pedig a Jézus kebelére hajolván mondané ki. Uram, ki az? Felelt Jézus. Az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot adá Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának. És a falat után akkor bement abba a sátán. Mond azért néki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Ezt pedig senki sem érté a leültek közül, miért mondotta néki. Némelyek ugyanis állíták, mivel hogy az erszény júdásnál volt, hogy azt mondá néki Jézus, vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Az pedig, mihelyt a falatot elvevé, azonnal kiment, volt pedig éjszaka. Mikor azért kiment vala, mondta Jézus. Most dicsőíteték meg az embernek fia, az Isten is megdicsőíteték ő benne. Ha megdicsőíteték ő benne az Isten, az Isten is megdicsőíti őt ő magában, és ezennel megdicsőíti őt. Fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondám, hogy ahová én megyek, ti nem jöhettek, most néktek is mondom új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Mondani ki Simon Péter. Uram, hová mégy? Feleltni ki Jézus. Ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz. Utóbb azonban utánam jössz. Mondané ki Péter, Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom éretted. Feleltné Jézus. Az életedet adott érettem. Bizony-bizony mondom néked, nem szól addig a kakas, míg nem háromszor megtagadsz engem. 14. rész Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mondanéki Tamás, Uram, nem tudjuk hová még, mi, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondanék Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt és láttátok őt? Mondanék ki, Filep, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és elég nekünk. Mondanéki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filep. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát. Nem hiszedé, -e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszik e dolgokat. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nékem. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót átnéktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat. Mert nem látja őt és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Mondanéki Júdás, nem az iskár jótes. Uram, mi dolog, hogy nékünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Felelti Jézus, és mondanéki. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek valék. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek. Elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az atyámhoz, mert az én atyám nagyobb nálamnál. És most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én nem nincsen semmije. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nékem, keljetek fel, menjünk el innen. 15. rész Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok? Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Ha gyűlöl titeket a világ, Tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük. De most nincs mivel menteniük az ő bűnüket. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, amelyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük. De most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én atyámat. De azért lőni így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az ő törvényükben, ok nélkül gyűlöltek engem. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak szelleme, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. 16. rész Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik és ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivel hogy veletek valék. Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek, hová még hanem mivel, hogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket. De én az igazat mondom néktek. Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jö el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Még sok mondani valón van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljű amaz, az igazságnak szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Egy kevés idő még, és nem láttok engem. És ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az atyához megyek. Mondának azért az ő tanítványai közül egymásnak. Mi az, amit nékünk mond, egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az atyához megyek? Mondának azért. Mi az a kevés idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit mond. Megérti azért Jézus, hogy őt akarnák megkérdezni, és mondanékik. Arról tudakozzátok-e egymást, hogy azt mondám, egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Ezeket példázatokban mondottam néktek, de eljő az idő, amikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyíltan beszélek néktek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát, ti érettetek, mert maga az atya szeret, titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Kijöttem az atyától, és jöttem e világba. Ismét elhagyom e világot, és elmegyek az atyához. Mondának néki az ő tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és semmi példázatot nem mondasz. Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezzen. Erről hisszük, hogy az Istentől jöttél ki. Ferelt Jézus. Most hiszitek? Íme eljö az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok ki ki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. 17. rész Ezeket beszélte Jézus, és felemeli szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világlétele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Én nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben. Akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők azért örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy minnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggyi a világ, hogy te küldtél engem és én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, és e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. 18. rész Mikor ezeket mondta vala Jézus, kiment az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakán, ahol egy kert volt, amelybe bementek ő és az ő tanítványai. Ismeri pedig azt a helyet Júdás is, aki őt elárulja vala, mivel hogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vevén a katonai csapatot és a papi fejedelmektől és farizeusoktól szolgákat, odament ment fákjákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő vala, előreméne és monda azoknak. Kit kerestek? Feleltek néki, a názereti Jézust, mondanék Jézus. Én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. Mikor azért azt mondá nékik, hogy én vagyok, hátra vonultak és földre estek. Ismét megkérdezi azért őket, kit kerestek, és azok mondának, a názereti Jézust. Felelt Jézus, mondom néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. Hogy beteljesüljön a beszéd, amelyet mondott, azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem veszítettem el. Simon Péter pedig, akinek szabjája volt, kirántotta azt, és megüté a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét. A szolga neve pedig Málkusz volt. Mond azért Jézus Péternek, tedd hüvejébe a te szabjádat, avagy nem kellé innom a pohárt, amelyet az atya adott nékem. A csapat azért és az ezredes és a zsidók szolgái megfogták Jézust és megkötözték őt. És vivék őt először Annáshoz, mert apósa volt ez Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt. Kajafás pedig az volt, aki tanácsolta vala a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért. Simon Péter pedig és egy másik tanítvány követi vala Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerős volt a főpappal, és bement Jézussal együtt a főpap udvarába. Péter pedig kívül áll vala az ajtónál. Kiméne azért a ma másik tanítvány, aki a főpappal ismerős volt, és szól az ajtó őrzőnek, és bevi Pétert. Szól azért Péterhez az ajtóőrző leány. Nem, de te is ez ember tanítványai közül való vagy, mondta ő. Nem vagyok. A szolgák pedig és a poroszlók ott állnak vala szítván a tüzet, mivel hogy hűvös volt és melegszenek vala. Ott áll vala pedig Péter is ővelük együtt és melegszik vala. A főpap azért kérdezi Jézust az ő tanítványai felől és az ő tudománya felől. Feleltnék ki Jézus. Én nyilván szólottam a világnak. Én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szólottam. Mit kérdez engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nékik. Íme ők tudják, amiket nékik szólottam. Mikor pedig ő ezeket mondja vala, egy a poroszlók közül, aki ott állt, arcul üté Jézust mondván, így felelszél a főpapnak, felele néki Jézus. Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonosságról. ha pedig jól, miért versz engem? Elküldi őt Annás megkötözve kajafáshoz a főpaphoz. Simon Péter pedig ott áll vala és melegszik. Mondának azért néki, nem de te is ennek a tanítványai közül való vagy. Megtagadá ő és monda, nem vagyok. Monda egy a főpap szolgái közül rokona annak, akinek a fülét Péter levágta. Nem láttalak én téged ővele együtt a kertben? Ismét megtagadá azért Péter, és a kakas azonnal megszólalt. Vivék azért Jézust kajafástól a törvényházba, volt pedig reggel, és ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt. Kiméne azért Pilátus őhozzájuk, és monda. Micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Felelének és mondának néki. Ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mond azért nékik Pilátus. Vigyétek előtt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint. Mondának azért néki a zsidók. Nékünk senkit sem szabad megölnünk, hogy beteljesedjék a Jézus szava, amelyet monda, amikor jelenti vala, hogy milyen halállal kell majd meghalnia. Ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólítja vala Jézust és mondané ki. Te vagy a zsidó királya, Felel néki Jézus. magattól mondod éte -e ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem. Felelt Pilátus, A vagy zsidó vagyok-e én, A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Felelt Jézus. Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy átne ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Mond azért Néki Pilátus. Király vagy én, hát te csak ugyan! Felelt Jézus. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. mondanék ki Pilátus. Micsoda az igazság? És amint ezt mondá, újra kiment a zsidókhoz, és mondanékik, én nem találok benne semmi bűnt. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvét ünnepen. Akarjátok-é -e azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? kiáltának azért viszont minnyájan mondván, nem ezt, hanem barrabást. Ez a barrabás pedig tolvaj volt. 19. rész Akkor azért előfogá Pilátus Jézust, és megostoroztatá, és a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tevék, és bíbor köntöst adtak reá, és mondának. Üdvözlégy, zsidó királya! És arcul csapdosák vala őt. Majd ismét kiméne Pilátus, és mondanékik. Íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíbor köntöst viselve, és mondanékik Pilátus. Imhol az ember. Mikor azért látják vala őt a papi fejedelmek és a szolgák, kiáltoztak mondván, feszítsd meg, feszítsd meg. Mondanékik Pilátus, vigyétek előtt ti és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Fereltek néki a zsidók, nékünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült vala. És ismét bement a törvényházba, és szólt Jézusnak. Honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. Mondd azért néki Pilátus. Nekem nem szólsz -e? Nem tudod é, -e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Felelt Jézus semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Ettől fogva igyekszik vala Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidó kiáltozának mondván, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Valaki magát királyá teszi, ellene mond a császárnak. Pilátus azért, amikor hallotta-e beszédet, kihozta Jézust, és ült a törvénytevő székbe azon a helyen, amelyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig gabatának. Volt pedig a húsvét péntekje, és mintegy egy hat óra, és mondta a zsidóknak, Imhol, a ti királyotok! Azok pedig kiáltoznak vala, Viddel, viddel, vidd el, feszítsd meg őt! Mondanékik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg. Feleltek a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adá őt, hogy megfeszítessék. Átvevék azért Jézust, és elvivék. És emelvén az ő keresztfáját méne az úgynevezett koponya helyére, amelyet Héberül Golgotának hívnak. Ahol megfeszíték őt, és ő vele más kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is írt, és feltevé a keresztfára, ez volt pedig az írás, a názereti Jézus, a zsidó királya. Sokan olvassák azért a címet a zsidók közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítetett vala, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondának azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei, ne írd a zsidók királya, hanem, hogy ő mondotta, a zsidó királya vagyok. Felelt Pilátus, amit megírtam, megírtam. A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vevék az ő ruháit, és négy részre oszták, egy részt mindenik vitéznek, és a köntösét a köntös pedig varrástalan volt, felülről mindvégig szövött. Mondának azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen, hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát ezeket művelték. A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak vala az ő anyja és az ő anyjának nőtestvére, Mária a Kleopás felesége és Mária Magdaléna. Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeret vala, mond az ő anyjának, Asszony, imhol a te fiad? Azután mondta a tanítványnak, imhol a te anyád? és ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány. Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, monda, szomjúhozom. Volt pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért szivacsot töltvén meg ecettel és izsópra tévén azt oda vitték az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda, elvégeztetett és lehajtván fejét, kibocsátás szellemét. A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán nem maradjanak, miután péntek volt, mert annak a szombatnak napja nagy nap volt, kérék Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait, és vegyék le őket. Eljövének azért a vitézek, és megtörék az elsőnek lábszárait, és a másikét is, aki ővele együtt feszítetett meg. Mikor pedig Jézushoz érének és látják valahogy ő már halott, nem törék meg az ő lábszárait. Hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő bizonysága, és az tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás, az ő csontja meg ne törettessék. Másút ismét így szól az írás: néznek majd arra, akit által szegeztek. Ezek után pedig kéré Pilátust az arimatiai József, aki a Jézus tanítványa volt, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a Jézus testét, és megengedi Pilátus. Elment azért, és levette a Jézus testét. Eljöve pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment vala először Jézushoz, hozván mirhából és aluéból való kenetet, mint egy száz fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték azt lepedőkbe illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senki sem helyeztetett vala. A zsidók péntekje miatt azért, mivel, hogy az a sír közel volt, abba helyhezteték Jézust. 20. rész. A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes volt, odament Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért és méne Simon Péterhez és a ma másik tanítványhoz, akit Jézus szeret vala, és mondanékik, Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Kimine azért Péter és a másik tanítvány, és mentek a sírhoz. Együtt futnak vala pedig mindketten, de a ma másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb jutott a sírhoz. És lehajolván látá, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy vala be. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és bement a sírba és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt volt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala, mert nem tudják valamíg az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. Mária pedig kin áll vala a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozik, behajolt vala a sírba. És látott két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt. És mondának azok néki, Asszony, miért sírsz? mondanékik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátra fordult, és látta Jézust ott állani, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondani ki Jézus, asszony, mit sírsz, mit keresz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az mondané ki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondané ki Jézus, Mária, az megfordulván mondané ki, Rabboni, ami azt teszi, Mester. Mondanék Jézus, Ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondnék: Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment Mária Magdaléna hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Mikor azért estve volt, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyültek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és mondanékik, békesség néktek, és ezt mondván megmutatánékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az urat. Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség néktek, amiként engem küldött az atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nékik, vegyetek szent szellemet. Akinek bűneit megbocsájtjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, amikor eljött vala Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok. Láttuk az urat, ő pedig mondanékik. Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, és megállt a középen, és mondta, Békesség néktek! Azután mondta Tamásnak, Hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, és mondanéki: ki, Én Uram, és én Istenem, Mondanéki ki Jézus mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is művelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy a Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. 21. rész ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig eképpen. Együtt valának Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánáel a galileai kánából való, és a zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondanékik Simon Péter, elmegyek halászni, mondának néki, elmegyünk mi is te veled, Elmentek, és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mond azért nékik Jézus, Fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek néki, nincsen. Ő pedig mondanékik. Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szóla azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja vala, hogy ott van az Úr, magára vevi az ingét, mert mezítelen volt, és beveté magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a partól, hanem mint egy kétszáz sinnyire, és vonszák vala a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondanékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozik vala a háló. Mondanékik Jézus, Gyertek, ebédeljetek! A tanítványok közül pedig senki sem meri vala tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudják valahogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vevé a kenyeret, és adánékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadta halálból. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jónának fia, jobban szeretszé engem ezeknél? Mondanéki, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged? Mondanéki, legeltest az én bárányaimat. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretszé engem ezeknél? Mondanéki, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanéki, legeltesd az én bárányaimat. Mondanéki ismét másodszor is. Simon, Jónának fia, szeretcé engem, mondanéki. Igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged, mondanéki. Őrizd az én juhaimat. Mondanéki harmadszor is. Simon, Jónának fia, szeretcé engem. Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki, szeretszé engem, és mondané ki. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanék Jézus, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezéd magadat, és oda vala, ahová akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övez fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent, és ezt mondván szólanéki. Köves engem! Péter pedig megfordulván látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is a ma vacsora közben az ő kebelén, és mondá, Uram, ki az, aki elárul téged? Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lészen, mondané ki Jézus. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te köves engem. Kiment azért e beszéd az atyafia közé, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyság tétele igaz. De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ámen.